Köszöntöm a kedves nézőket, rendőrségi körözésekkel, felhívásokkal jelentkezem. A 19. keleti rendőrkapitányság rablásbűnt egy a nő miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen, aki a Kőbánya Kispest MÁV állomáson álló vonaton utazó sértett táskáját elvette. A sértett tiltakozására az ismeretlen késsel támadott. A támadó 25-30 év körüli 190 centi magas. Kérjük, aki tud a bűncselekményről, illetve a támadóról, hívja a 19. keleti rendőrkapitányságot. Eltűnése miatt körözi a komáromi rendőrkapitányság Szőgyi Pálné 65 éves helyi lakost, aki otthonából ismeretlen helyre távozott, életjelet nem adott magáról. Szőgyiné pszichiátriai kezelés alatt áll. Kérjük, aki tud a nevezett tartózkodási helyéről, hívja a komáromi rendőrkapitányságot. Lopás vétséggyanú miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettes ellen a 13. keleti rendőrkapitányságon. Az ismeretlen a Váci út egyik gyors értelméből eltulajdonította a sétett pénztárcáját benne lévő iratokkal és bankkártyával együtt. Kérjük, aki felismeri a férfit, hívja a 13. keleti rendőrkapitányságot. Miskolcon lopásvétség gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettesek ellen, akik az András utcába található telephelyről egy autóról leszerelték, majd eltulajdonítottak 4 kereket. Kérjük, aki felismeri a férfiakat, hívja a miskolci rendőrkapitányságot. A 3. kerületben rablásbűnt egy gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettesek ellen, akik a Csobánka téri közösségi háznál egy kést szorítottak a sértett hasához, majd a mobiltelefonja átvételére kényszerítették, a sértett ezt így önként átadta. Kérjük, aki a bemutatott személyeket felismeri, hívja a 3. keleti rendőrkapitányságot. A Tatabányai rendőrkapitányság lopás-vétség gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen, akik a Kelenföld-Komárom között közlekedő vonaton eltulajdonították a sértett bőröngyét. Kérjük, aki felismeri a bemutatott férfiakat, hívja a Tatabányai rendőrkapitányságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, legyenek a segítségünkre, viszontlátásra!